Miután a Red Bull Race nem kapott engedélyt az idei világbajnoki futam megtartására, a fővárosban több település vezetősége is elgondolkodott a lehetőségen. Keszthely alpolgármestere az elsők között jelezte, hogy érdemes lenne megvizsgálni a Balaton nyugati medencéjét lehetséges helyszínként. Nagy Bálinttal Skype-on beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nagyon gyorsan jött ez a jelentkezés ahhoz képest, hogy kiderült, hogy a fővárosban nem rendezhetik meg ezt a versenyt. Készültek már rá? Nem, az az igazság, hogy én is a médiából értesültem arról, hogy főpolgármester úr a 2019-es világbajnoki futam megrendezését azt nem engedélyezi Budapesten, és azt gondolom, hogy az ország szempontjából is fontos, hogy egy ilyen nívós nemzetközi rendezvény az megrendezésre kerüljön. És a Balatonon, illetve azon belül is a Balaton nyugati medencéjében pedig egy nagyon fontos az, hogy olyan minőségi nemzetközi rendezvények legyenek, amik az egész térségnek a hírnevét, a hírét azt örökbítik. Azt gondolom, hogy azért ehhez összefogásra van szükség az önök régiójában is. Ugye Keszthely, Hévíz adná esetleg a szállásokat, Sármellék a reptér, tehát gyorsan elkezdtek izzani a vonalak, és elkezdtek telefonálgatni egymásnak, hogy na nézzük akkor mi legyen? Hát igen, természetesen egy ilyen rendezvény megvalósítása csak térségi összefogással lehetséges, csak úgy lehet megvalósítani. Hát fontos az, hogy levelet írtam ugye legelőször is elnök vezérigazgató úrnak, hogy szakmai szempontból vizsgálják meg a környéket, hogy mennyire alkalmas a rendezvény lebonyolítására. Én azt gondolom, hogy a Keszthely, a Balaton nyugati medencéje, a hévízi szállodakapacitás, illetve a környékben közelben lévő Sármelléki repülőtér az alkalmassá teheti a teljes térséget a rendezvény megszervezéséhez. Igen, ám csak azért én úgy gondolom, hogy a turisták azok előre gondolkodnak, és jó előre megpróbálják lefoglalni a szállásaikat. Mennyire késő ez a döntés, hogy mennyire indult már be a szezon, úgymond a foglalások szempontjából, tehát hogy hogyan lehet ezt összeegyeztetni, ezt a kettőt, ha most csak mondjuk a szállodakapacitást nézzük? Én azt gondolom, hogy mi most különösen jó helyzetben vagyunk ilyen tekintetben, hiszen egyrészt ugye a Balatont érintve ott valóban jóval előre már megvannak a szállodai foglalások, viszont Hévízen ott egy valahogy máshogy kicsit később kezdődik a szezon, és ott azt gondolom, hogy még bőven megoldható ez a kapacitásnak a rendelkezésre álló szobakapacitás. Amikor ez az ötlet az ön fejében megszületett, akkor azonnal a polgármesterhez kellett fordulni, vagy hogyan született meg ez a levél, amivel végül is jelezték, hogy érdeklődnének a rendezés iránt? Hát az első, akihez én fordultam, az elnök vezérigazgató úr volt, pont azért, hogy minél gyorsabban lépjünk és meg tudják vizsgálni, minél előbb neki tudjanak állni ennek a szakmai vizsgálódásnak. Nyilván amennyiben a szakmai stáb úgy dönt, ugye azt azért tudni kell, hogy ahogy a bejátszásban is elhangzott, több olyan térség van az országban, amit most egy szakmai stáb megvizsgál, és abban az esetben, hogyha a Balatont, azon belül is a nyugati medencét dönti a szakmai vezetése a rendezvényszervezőknek, akkor utána még a szükséges részletegyeztetéseket természetesen le kell folytatni, de azt gondolom, hogy ez már nem lehet akadálya a rendezvény sikeres megvalósításának. Kell benyújtani önöknek valamit? Tehát most gyönyörű képeket látunk egyébként a térségről, Keszthelyről, Hévízről. Ezeket elő kellett készíteni, ezt el kell küldeni, vagy ez a bizottság, aki jön, ez körbenéz, és ők döntik el a saját elgondolásaik alapján? Hát alapvetően nyilván a szakmai felelősség az a szakmai szervezőknek a dolga, hogy meg eldöntsék azt, hogy alkalmas erre a helyszín. Amennyiben ők úgy döntenek, hogy igen, én kértem elnök vezérigazgató urat, hogy azt legyen szíves jelezze, és akkor a szükséges lépéseket soron kívül természetesen meg fogjuk tenni annak érdekében, hogy sikeres tudja lenni egy ilyen rendezvény. Ugye azt mondta, hogy hatástanulmány szükséges hozzá, ez az, erről van szó? Hát alapvetően ugye a térség tekintetében nagyon fontos megvizsgálni szakmailag azokat a helyszíneket, lehetőségeket, hogy mi szükséges ahhoz, hogy egy ilyen rendezvényt meg tudjanak valósítani. Mi térség szinten azt gondolom, hogy reptér, illetve szállodai kapacitás tekintetében is alkalmasak vagyunk a rendezvényre, a többit azt a szakembereknek, a szakmistárnak kell elmondani a véleményét. Mi az elképzelésük, hogy merre felé mennének, vagy mit lehetne nekik megmutatni? Ugye itt elkezdtem nézegetni a távolságokat is, ugye azért Budaörs és a belváros azért talán kisebb távolság, mint Sármellék, de aztán közben ugye megemlítettük, és a bejátszásba hallottuk is, hogy a Tihanyi-apátság is milyen szép látvány lenne, de hát azért az jóval messzebb van. Tehát végig gondolták, hogy nagyjából milyen területen mozognának? Hát alapvetően ezt szakmailag kell majd természetesen a szakmai döntéshozóknak meghatározni, de a mi javaslatunk az, hogy Keszthely tekintetében egy 6-10 kilométeres körzetben megtalálható a hévízi szállodakapacitás is, illetve a térség egyéb településének a szállodakapacitása. A Sármelléki reptér is 10 kilométeres körzeten belül megtalálható. A Keszthelyi Balatonparti szakasz, ugye ami Budapesten
többször jogosan fölmerült ellenértként vagy kritikaként azt, hogy teljesen más mondjuk Budapesten egy 2 milliós nagyvárosban lezárni a belvárosban több napra fontos közterületeket. Nyilván ez jóval nagyobb problémát okozhat a közlekedésben, mint mondjuk ugyanezt a lezárást megvalósítani a Balatonon vagy a Balaton nyugati medencében. Ugye most közben látjuk azokat a képeket, amik ugye a budapesti versenyről készülnek, hát a látvány az ugye lenyűgöző, az elképzelés. Hogyan lehet vajon ezt megvalósítani majd ott abban a térségben? Mennyire lehet közel vinni a parthoz ezt az eseményt, vagy mennyire kell egy kicsit beljebb, hogy több minden látszódjon? Mi a cél, és ebből a szempontból mi az elgondolás? Nyilván a települési szempontból az fontos cél, hogy az ide érkező turisták, akik pont azért jönnek el, hogy megnézzenek egy ilyen látványos futamot, minél közelebbről megtekintessék, de azt gondolom, hogy a Keszthely és a Keszthely környéki Balatonpart az alkalmas arra, hogy teljesen a vízpartról akár meg tudják nézni ezt a sót. Ugye azt látjuk, hogy amikor a fővárosban van, akkor tényleg elképesztő mennyiségű ember jön ide. Egyben a turistáknak is egy nagy lehetősége ez, és hát azoknak, akik itt laknak, sőt Budapest vonzás körzetében. Mire számítanak, hogy mennyire tudják majd a magyarok is végignézni ezt a versenyt? Úgy gondolom, hogy azért Budapest tényleg úgy adja magát, kimennek a családok, végignézik, viszont ha ott néznék, akkor oda le kell utazni, ott szállást kell foglalni. Tehát mennyire a turistáké lesz ez, és mennyire a magyaroké? Hát én azt gondolom, hogy Keszthelyen jelentős számú a hazai belföldi turizmus is, illetve Hévízen is. Tehát azt gondolom, hogy ez ugyanúgy, mint hogyha Budapest lenne, ugyanúgy sok belföldi turistára is számítanánk. Budapesten, vagy Budapestről autópályán keresztül nem egy olyan őrült nagy távolság Keszthely. Mit szólnak hozzá a keszthelyi lakók? Megkérdezték-e őket? Eddig messze túlnyomó részben pozitív visszajelzések érkeztek. Őket nem zavarja a zaj, mindaz, amit a főpolgármester úrtól hallottunk, azért itt sok mindent elmondott. Én azt gondolom, hogy minden nagy jelentős rendezvénynél természetesen vannak támogatói és ellenzői, ez természetes akárhol szerveznek az országban nagy rendezvényt, de azt tudom mondani, hogy az eddigi visszajelzések azok messze pozitívak a Keszthely és a Keszthely környéki lakók részéről, illetve a környező települések vezetői részéről is. Hogyan számolnak, hogyha megkapják ezt az engedélyt, akkor körülbelül mennyi idő lenne az, hogy ezt meg lehessen szervezni, és akkor mik lennének a munkafázisok, amiken végig kéne menni? Hát ugye a szervezők elmondták, hogy korábbi bejátszásokban is, hogy a július közepi időponton nem fognak tudni változtatni, tehát ebből következik, hogy olyan nagyon sok idő nincs a szervezés lebonyolítására. Én azt gondolom, hogy ha a szakmai stábnak a döntése a helyszínek tekintetében megvalósul vagy megszületik, nekünk ugye az már egy nagyon fontos tényező lenne, hogyha mondjuk a Balaton lenne az a térség, ahol megszervezik a rendezvényt. Ha azon belül kezdte, illetve a nyugati medencéje a Balatonnak érintett lesz, akkor természetesen a környékben érintett polgármesterekkel való egyeztetést azt nagyon gyorsan le kell folytatni. Olyan szempontból szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ugye a Sármelléki Hévízi Balaton reptér fenntartója és a Hévízi önkormányzat, illetve a szállodakapacitások miatt Hévíz nyilván ebben egy jelentős szerepet játszik, de azt gondolom, hogy a keszthelyi Hévízi együttműködés az eddig is jó volt, úgyhogy ez is csak elő fogja segíteni ezt a rendezvényt. Hát igen, hallottuk, hogy Hévíz is jelentkezett, tehát nem tudjuk, hogy akkor még függetlenül, vagy már akkor is összebeszéltek, és megbeszéltek, esetleg együtt lehetne? Nem, egyeztettem természetesen a Hévízi polgármester úrral. Ugye most a hét elején jelezte, illetve a tegnapi nap, ha jól tudom, a tegnapi nap beszélt is telefonon elnökvezérigazgató úrral, és ugyanazt a támogatást mondta, illetve a javaslatot mondta, csatlakozott a kezdeményezésemhez, hogy a térségi szempontból egy alkalmas területnek tartja ezt a Hévízés térségét. Ugye nagyon fontos kérdés, hogy ki dönti majd ezt el, a szakmai bizottság, vagy ugye a Hungaroring Sport Zrt. És a vezetősége, és hát mikor mondják ki, mert azért az idő azt gondolom egy fontos tényező. Igen, hát erre mi is kíváncsiak vagyunk, ezt egy szakmai stáb fogja kimondani a szervezőkkel együttműködésben. Amint a döntés megszületik, én azt kértem, hogy minél előbb adjanak erről tájékoztatást, mert hogyha a Balaton lesz, illetve azon belül a Balaton nyugati medencéje a végső döntésük, akkor természetesen igyekszünk minden szükséges segítséget megadni ahhoz, hogy egy sikeres és olyan rendezvényt tudjanak megvalósítani, mert az egész térségnek, illetve az egész országnak hasznos. Ugye nagyon fontos pozitívumokról beszéltünk, de azért egy pici negatívumról is hallottam már, hogy természetvédelmi terület van azért ott a környéken. Mennyire lesz ez zavaró esetleg annak a madárvilágnak, amelyikről itt szó van? Ugye ez a Natura 2000 kiemelt természetvédelmi területről van szó. Igen, természetesen ezt meg kell majd vizsgálni akkor a szakértőknek, illetve feltételezem, hogy a helyszín végső döntésének a meghozatalában, hogy jól legyen a rendezvény, ezt is figyelembe fogják venni. Ez egy szakmai döntés, szakembereknek kell megmondani, hogy ez mennyire lehet zavaró, vagy egyáltalán zavaró-e a közelség a területnek.
Hát nagyon szépen köszönjük, meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény, és aztán várjuk nagyon majd a futamot. Köszönöm szépen, hogy velünk volt. Köszönöm szépen.